Magyarics Tamás pedig már meg is érkezett a stúdióba. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Mi ott hagytuk abba Somkuti Bálinttal, hogy nagyon nagy a vita, hogy egyáltalán a pénz, amelyet ígértek, az mennyire érkezik majd meg a bankszámlára. Itt óriási belpolitikai vita van Amerikában ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán adjanak-e, hiszen Amerikának saját magának is szüksége van a forrásokra. Lesz ebben a közeljövőben döntés, vagy inkább csak ígéret szintjén marad ez a pénz? Hát nagyon nehéz, ez egy politikai futballlabda. Ráadásul kampány van. Igen, igen. A republikánusok nyilvánvalóan, és főleg az alsóházban, a szenátusban inkább van egy-két párt egyetértés. Az alsóházban viszont radikálisabb republikánsok vannak, és már 2022-ben a félidős választásoknál azt követelték, hogy átláthatóbb legyen az Ukrajnának szánt és adott támogatás. És most is azt mondják, hogy egyrészt nyomon kellene követni jobban, hogy mire költik a pénzt. Hát egyes cinikusok ugye azt mondják, hogy panaszkodik Biden, hogy nincs elég lőszer, és azért nincs elég lőszer, mert a republikánsok nem szavazták meg. Sokan azt mondják, hogy hogyha meg lenne az a 30%, amit hát kézen közön eltüntettek az ukránok, lőszer és fegyver és minden egyébben, akkor lenne lőszer, de mondjuk ezen túlmenően a republikánsok azt mondják, hogy hát belpolitikában eléggé sok gond van, és többek között elsősorban a határvédelemre kellene ezeket a pénzeket, legalábbis ennek a pénznek egy részét, vagy ha nem is ennek a pénznek egy részét, összekapcsolják azzal, hogy a határvédelemre is kölcsön többet a Biden adminisztráció, és akkor idézőjelben kompromisszumként megszavazzák az Ukrajnának szánt összeget is. Kicsit a hétvégére visszakanyarodva, és a Donald Trumpnál maradva, azért Orbán Viktor azt mondta, hogy Donald Trump, ha visszatérne, elhozná a békét, hogyha tényleg az amerikai elnökválasztásnak egy ilyen eredménye lesz, mennyiben hoz majd változást az amerikai belpolitikában az orosz-ukrajna konfliktust illetően, hiszen Amerikának jelen pillanatban legalábbis a Biden adminisztráció ezt kommunikálja, nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ki fogja ezt a háborút megnyerni. Igen, általában ez egy nagyon nehéz kérdés, előre nehéz megmondani, ugye azt szokták ilyenkor fölhozni, hogy hát aki nincs döntési helyzetben, az könnyen mond ígér. Sok mindent és ígér, de az valószínű, hogy azért megváltozna az amerikai külpolitika hangsúlya, vagy a hangsúlyai megváltoznának. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy a Trump adminisztráció köztudottan inkább egy reálpolitikai álláspontra helyezkedett, tehát nem próbálta a demokráciát akár passzív, akár aktív eszközökkel a világba támogatni. A Biden adminisztráció viszont egyfajta ilyen manikeus szemlélettel a világot demokráciákra és autokráciákra vagy egyéb rendszerekre osztja. Volt két kísérlet ennek a Biden adminisztrációnak, hogy ugye demokrácia csúcsot hozzak létre. Egyik sem sikerült, a másodiknak az egyik társadalmike pontosan Zambia volt, és Zambiáról minden tiszteltelnél azért az emberek nem egy Jefferson demokrácia jut eszébe. Tehát itt változás lehet, ezen kívül változás lehet a Közel-Keleten. Azért ne felejtjük el, hogy a trumpi külpolitika ott fel tudott mutatni eredményeket az úgynevezett Ábrahám egyezményekkel, és eléggé közel került ahhoz, hogy Izrael államot elismerjék az arab államok, ami az ukrán-orosz helyzetet illeti feltetően, hogyha a republikánsok és már pedig a kongresszusi republikánsok az alsóházban inkább Trump hívei, mint a felsőházba, feltétlen akkor több mondjuk feltételhez kötnék adott esetben a támogatást, vagy akár meg is vonnák a támogatásnak egy részét.
részét, és feltetlen ezzel kényszerítenék az ukránokat arra, hogy mutassak valami kompromisszumkészséget, mert az biztos, hogy az ukránok által eredetileg és Zelenszkij által hangoztatott feltételeken nem lehet békét kötni, tehát az oroszok fizessék meg többek között az egész hadi kárt, belétve adott esetben a nyugdíjakat, építsék újra Ukrajnát, adják vissza a Krímet, és így tovább. Ezek biztosan nem fognak megvalósulni, tehát mind a két félnek engedni kell. Főleg azért, mert a Zelenszkijnek is valamit föl kell mutatni azért otthon, és Putyinnek is valamit föl kell mutatni otthon, hogy valamilyen sikert elért. A belpolitika az mindegyik politikus, vezető politikus számára fontos, viszont Trump népszerűsége egyre inkább nő, és ezt a választásokon is lehet érezni. Most például teherautósofőrök tüntettek mellette, pontosabban az őt elítélő ítélet ellen, bojkottot hirdettek New York körül. Az nagy kérdés, hogy Trump népszerűsége elmehet-e addig, hogy valóban ő legyen a versenygyőztese, és ő legyen Amerika újabb elnöke, nagy visszatérő lehet-e? Hát egyszer előfordult ilyen az amerikai történelemben Grover Cleveland-del, de hát ez a 19. század végén volt, teljesen más körülmények között. Ami érdekes a teherautósofőreknél, hogy általában a szakszervezetek és mondjuk a úgynevezett kék galérosok hagyományosan inkább demokrata szavazók voltak. 16-ban ez inkább megfordult, mert Donald Trump olyan ügyekről beszélt, ami őket inkább érdekelte, a munkahelyteremtés, a munkahelyeknek a megtartása. Illetve Donald Trump még egy előnnyel rendelkezhet 2024-es választásokon. Felmérések szerint növelte a támogatottságát érdekes módon a feketék között, a latinok között, és meg a fiatalok között is. Tehát, ebből a három rétegből akár 10-15%-ot el tud venni Bidentől, akkor Bidennek elősen csökkennek az esélyeit, és nem mindegy, hogy hol. Kérdés, elnézést, hogy a nők körében milyen támogatottságot élvez. Érdekes módon ott, hát nem érdekes módon, hagyományosan a demokraták ott vezetnek, főleg az abortusz miatt, tehát itt a legfelsőbb bírósági döntés a Dobbs ügybe 2022-ben feltetlen eléggé sok helyet elvitt a republikánusoktól a fődős választásoknál, de például 2016-ban a fehér nőknek az 55%-a a Trumpra szavazott. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy nők, hanem arról van szó, hogy fekete, latinó, ázsiai, amerikai, fehér, nagyvárosi, kisvárosi, elővárosi, és így tovább. Tehát amikor a nőkről beszélünk, akkor klasszikusan az úgynevezett elővárosi nők azok, akik elsősorban demokrata szavazók és nagyvárosiak, a kisvárosban élők, vidéken élők pedig általában republikánus szavazók, akkor is, hogyha a nőkről van szó. Az igazság az, hogy ezek a perek nem nagyon ártottak legalábbis eddig, és főleg ez, mint a zaklatási per, ami az egyik nem nagyon hihető történet, ugye 30 évvel ezelőtt New York-i nagyáruház női fehérnemű osztályán, hát ez egy eléggé meredek történet, legalábbis elhinni. A másik pedig ez a Stormy Daniels, az pedig elvileg egy legális dolog Amerikába hallgatási pénzt fizetni. A másik dolog az, hogy miből fizették, és itt innen kezdődnek a bajok Trump szempontjából. Folytassuk a témát egy másik alkalommal. Köszönöm, hogy eljött hozzám, várjuk vissza. Köszönöm szépen, megkívánok.